Ezen a bemutató filmen egy csodálatos effektust szeretnénk megmutatni. Egy lilium gyökérzete látható. A lilium virágzás után több mint egy hónapig nem kapott vizet. A növényt erősen homokos talajból emeltük ki. A gyökérszárakon csüngött csövecskéket lehúzzuk a gyökérről, és egy hihetetlen látvány tárul elénk. A csövecske belsejében a gyökérszőrök tömkelege él és virul. Sikerült megcáfolnunk a köztudatban elterjedt azon állítást, miszerint a gyökér növekedése során a gyökérszőrök elhalnak, és ott a víz és tápanyagfelvétel megszűnik. A mostani felvételen a szabad csőtérben gyökérelágazások láthatók. Ezek nem fejlődtek már tovább, viszont körülöttük nagyszámú gyökérszőrök jelentkeztek, amelyek nem haltak el. Ne hagyjuk figyelmen kívül azt a tényt, hogy ezekben a gyökéritató csövecskékben a mikroorganizmusok, bacik és gombák óriási tömege van jelen. A talajélet a növény számára felvehető állapotba hozza a mikro- és makroelemeket. Feltehetőleg a növény ki akarja használni a csövecskékben lévő tápanyagdús, nedves környezetet, ezért jelenik meg a nagyszámú gyökérszőr.